Pannon Egyetem 2005. októberében egy egyedülálló képzést indított el elektronikus közigazgatás néven. Az elektronikus vagy e-közigazgatás kifejezést számtalanszor hallhatjuk a médiából, sőt akár magunk is részeseivé válhatunk. Az elektronikus közigazgatás a modern infokommunikációs eszközök, az internet lehetőségének kihasználását jelenti az államigazgatásban. Az új közigazgatási gyakorlat elsődleges célja, hogy jobbá, gyorsabbá és olcsóbbá váljanak a közszolgáltatások. A jövő közigazgatásában az állampolgárok akár elektronikus személyigazolvánnyal is rendelkezhetnek, mely segítségével az interneten keresztül egy virtuális hivatalban intézik ügyeiket, például személygépkocsijuk átiratását. Az eddigi közigazgatási folyamatokban az ügyfelek, tehát az állampolgárok kiszolgálásához elég komoly apparátust kellett. A skandináv országokban otthonról intéznek olyan dolgokat, amiért ma Magyarországon bekerülni, esetleg az autóba, felkerülni a buszra, és mondjuk egy fél órát, órát utazni kell, utána esetleg sorba kell állni. Az e-közigazgatás megvalósításával egy kényelmesebb, gyorsabb ügyintézési folyamat lehetőségét kell kiemelnünk. Az én meglátásom, vagy megítélésem szerint ez fontos az emberek szemszögéből, azért, mert ez egyszerűbbé teheti az ő ügyintézésüket, gyorsabbá teheti az ő ügyintézésüket, és ez a két szempont az ügyintézéseknél azt gondolom, hogy eléggé fontos. Az elektronikus közigazgatás kialakítása és fejlesztése Magyarországon is hangsúlyos feladat. 5 éve működik hazánkban az úgynevezett ügyfélkapu. Az internet segítségével az ügyfélkapun keresztül otthonról is igénybe vehetők az okmányirodák egyes szolgáltatásai, vagy akár az adó- és járulékbevallást is intézhetjük segítségével. Az elektronikus közszolgáltatás azt jelenti, hogy minél több ember használja a 21. századnak a technikáját, az informatikát, a ügyfélkapu segítségével. Az ügyfélkapu segítségével jó néhány elektronikus közszolgáltatási funkció elérhető lesz. Ezek a funkciók folyamatosan bővülnek. Az elektronikusan elérhető közszolgáltatások körének bővítése az állampolgárok érdekeit szolgálja. Az ügyintézés nem csak gyorsabbá, hanem olcsóbbá is válik. Kérdés, hogy az állampolgárok, tehát önök, mit gondolnak mindenről? Elmaradna a sorban állás, bejelentkezés, szóval azok a plusz idők, amik elmennek rá. Meg most már talán nagyobb a biztonság a számítógépeknek is magánban rendszernek. Átláthatóbb lenne, hogyha én tudnám intézni esetleg online segítség, vagy ilyen fajta dolgokkal. Híve vagyok annak, hogy azért elmenjek ügyintézni, és ne elektronikus úton intézzem. Én egy APEC-hez se szeretnék ilyen elektronikus úton bejutni. Habár mondjuk maga az adóbevallásunk az jó, hogy ilyen formában történik, helyettünk mondjuk ügyintézik. Például, ha személyigazolvány, vagy útlevél, vagy ilyesmi gond lenne, és akkor otthon el tudnám intézni, és nem kellene sorba állni, időpontot kérni, és egyéb ilyen dolgokat, akkor hát az díjaznám. A Pannon Egyetem 2005-ben indított elektronikus közigazgatás képzést. A felvett 56 hallgató 2 csoportban kezdte el tanulmányait a szakon. Az első rendszeres konzultációra járt, míg a másik csoport csak elektronikus tananyagra támaszkodott. A hallgatók lehetőséget kaptak arra, hogy az elméleti tudás elsajátítása mellett gyakorlati tapasztalataikat is megosszák társaikkal. Az oktatók a számonkérés során arra voltak kíváncsiak, hogy a hallgatók hogyan tudják használni a megszerzett tudásukat. Az egyéves képzést 41 hallgató végezte el, ezt követően 2008 tavaszán nagyobb létszámmal is átgondolt, továbbfejlesztett tananyaggal újra elindult a képzés. Az emberek azt várják, hogy racionalizálják a hivatalokat, karcsúsítsák, akkor viszont az elektronikának kell a feladatot adni. Ahhoz, hogy ezt adni tudják, érteni kell hozzá, és ebben az esetben tudnak olyan szolgáltató, mégpedig gyorsan és szakszerűen szolgáltató önkormányzatot, hatóságot teremteni az arra illetékesek, hogyha ennek a tudásnak a birtokában vannak. Konkrét megoldásokat, külföldi és hazai megoldásokat is tartalmazó tantárgyakat alakítottunk ki. A gyakorlatot kell behozni, a jó gyakorlatot kell behozni az osztályterembe, megmutatni, és utána mindenki ebből választja ki majd a saját magának legmegfelelőbbet. A képzés keretén belül a hallgatók megismerik az e-közigazgatás működési elvét, és elsajátítják a különböző szervezetek e-közigazgatási rendszerének kialakításához szükséges alapismereteket. Az oktatott anyag legnagyobb részét, mintegy 60%-át a szakmai törzsanyag teszi ki, mely tartalmazza az e-közigazgatás elméleti és gyakorlati ismereteit, és az erre vonatkozó jogi szabályozásokat is.
A képzésben 20%-ot az alapozó tárgyak jelentenek, melyeknek célja, hogy a különböző előképzettségű résztvevők ismereteit egységes szintre hozzák. A maradék 20%-ba a specializálódást szolgáló tárgyak tartoznak, melyek összefoglalják az elektronikus közigazgatás területén a fejlesztésekkel és a technikai háttérrel kapcsolatos ismereteket. A képzés keretén belül a hallgatók megismerik a külföldi és a hazai elközigazgatás gyakorlati példáit és a társadalom fejlődésére gyakorolt hatásukat. A képzés célközönsége két oldalról is érkezhet. Az egyik oldal az állami szféra, a közigazgatásban dolgozók, mint hallgatókat várjuk szeretettel, mivel nekik előbb-utóbb át kell állniuk az elközigazgatási megoldásokra. Ha ott az átállás nem történik meg az emberi fejekben, akkor nem valósítható meg ez a program. Tehát az egyik oldal, akik nekik a tudás birtokába kell jutniuk, a másik oldal pedig természetesen a vállalkozók, illetve az állampolgárok is részt vehetnek a képzésben. A hallgató képes lesz gazdasági döntések előkészítésére, képes lesz arra, hogy projekteket előkészítsen, projekteket levezényeljen, projektmenedzseri feladatokat ellásson, valamint képes lesz arra, hogy akár az államháztartási oldalról, akár pedig a vállalkozási oldalról hatékonyan a feladatait minél előbb el tudja végezni. Az egyetemen megszerzett diplomák értékét a piaci és hallgatói visszajelzések minősítik. Az elektronikus közigazgatás képzés a maga nemében úttörő kezdeményezés volt Magyarországon, így a végzett hallgatók és munkáltatók elégedettsége egyértelmű jele a megszerzett ismeretanyag hasznosságának. Sas Tibor 2005. októberében jelentkezett az első elközigazgatás képzésre. Informatikusként puszta kíváncsiságból vágott neki a modern közigazgatás alapjainak megismeréséhez. Én, aki a versenyszférában dolgoztam, abszolút nem ismertem az önkormányzatoknak, egyáltalán a közigazgatásnak a működését. És megismertették a jelenlegit, megismertették a leendő újat, az új ötleteket, illetve természetesen megismertem a strasbourgi, brüsszeli demokráciát is. Tibor az elektronikus közigazgatás területén megszerzett ismereteinek hamarosan igen nagy hasznát vette, ugyanis javában tartott a képzés, mikor elvesztette a munkahelyét és új állást kellett keresnie. Elvégeztem, nálunk még két évfolyam volt, a második évfolyamot is, és utána az önkormányzathoz jelentkeztem, ahol azonnal fel is vettek. Engem azért is hívott a vezetőm oda, mert egy versenyszférás múlttal rendelkező, de a közigazgatásba jártas embert akart, és hát remélem, hogy sikerült egy teljesen új szemléletet bevinni a jelenlegi munkahelyemre. Különféle projektekbe veszek részt, és ezekben a projektekben hihetetlenül jól tudom hasznosítani ezeket a tudásokat. Foglalkoztam elektronikus közigazgatás kialakításával Magyarországon, hiszen ez valójában nagyon gyerekcipőben van még. Napjaink kihívása a gyorsan és szakszerűen működő közigazgatás. Mindehhez párosul a környezet állandó átalakulása, változása. Ezeket a problémákat csak jól felkészült, akkor lehető legtöbb tudásával felvértezett köztisztviselőkkel lehet megoldani. Azok a hallgatók, akik a Pannon Egyetem elektronikus közigazgatás képzésén részt vettek, már tudják, hogy az e-közigazgatás nem csak technika, nem csak a közigazgatás elektronizálásáról szól, hanem a hivatali és dolgozói szemlélet átalakításáról, fejlesztéséről is. Ez pedig nem könnyű és nem gyors feladat. Ez a jövő közigazgatásának záloga.